Már csak pár pillanat és kezdődik a heti TV reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Élőben a stúdióból jelentkezik Breuer Péter. A Pirkadat mai vendége... Hollik István, a volt kommunikációs igazgató, a KDNP padsoraiban ülő országgyűlési képviselő. Szép jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Üdvözlöm a kedves nézőket, Breuer Péter vagyok, ez a Pirkadat, a heti televízió reggeli politikai magazin műsora. 5784 Nisan Havának 25. napján vagyunk. Míg a polgári időszámításon ez a nap is keményen bevésődik a történelembe, 2024. május 3-a és péntek van, ma az Irmák és a Tímeák ünnepelnek. A bankok közleménye szerint az euró középárfolyama 3,89.31, míg az amerikai dollár 3,6274. Aki viszont Angliába megy, készüljön föl, hogy a középarányos az 4,55.20 fillér. A BUX 68.124, míg az OTP részvényei 18.225, ezzel szemben a MOL 3026. A várható időjárás kicsit hisztérikus, 11 és 26 Celsius fok között várható. Figyeljenek oda folyadékháztartásukra, és egyáltalán ne felejtsék el bekapcsolni a gondos óráikat is, hisz ez életet menthet, főleg ilyen időjárási viszonyok között. Most viszont hallgassák beszélgetésünket. Hollik Istvánnal megpróbálok nem beleszólni, hogy mindenki elégedett legyen, de a kérdéseket azért fel kell tenni. Úgy is kezdhetnénk, hogy a világnak azt üzenjük, hogy jó reggelt világ, tessenek fölébredni. És az amerikai elit egyetemen egymás után sztrájkolnak. A kérdés csak már az, és ennek utána járt az izraeli állami köztelevíziós kereskedelmi televíziók és közvéleménykutatók, hát sajnos általunk ismert emberek is vannak, akik ezt támogatják, de odáig jutottunk, hogy a diákok nagy része bocsánatot kér azért, mert fehér embernek született. Én viszont kimerem mondani itt a saját felelősségemre, hogy ez kemény box, és minthogyha a diákok megőrültek volna, és lehet, hogy inkább a tanórákon kellene részt venni, hogy tudják azt, hogy hol van Izrael vagy Palesztán, hogy nem divatkendőket veszünk föl, és kinyírjuk az oktató személyzetet, és darabokra szedjük az egyetemet. Mi erről a véleménye? Hát az, hogy szomorúan tapasztalom, hogy megtörni látszik az az évszázados hagyomány, hogy az egyetemek a szabad gondolkodásnak, a vitázásnak, gondolatcserének a legfontosabb helyszínei. Ez évszázadokig így volt, ez vitte előre az emberiséget, hogy az egyetemen emberek eszmét cseréltek, gondolkodtak, és ezekből a gondolatokból ötletek, elméletek váltak, az elméletből pedig gyakorlati vállalkozások, műszaki megoldások születtek, ami előrébb vitte a világot. Most meg nagyon úgy tűnik, hogy ez az évszázados hagyomány ez megszűnt. És mintha hátrafelé mennénk. És mintha hátrafelé mennénk, és az egyetemen már szabadon gondolkodni nem lehet, hanem a baloldali, progresszív, liberális gondolat teljes mértékben eluralta az egyetemeket, és hogyha nem azt gondolod, amit ők gondolnak, akkor kirúgnak az egyetemről, ellehetetlenítenek. Azt gondolom, hogy ez egészen elképesztő. És sajnos ez már odáig ment, hogy nem csak úgy általánosságban a világról kell azt gondoljad, amit ők gondolnak, családról, nemzetről, hanem egyébként konkrét aktuál politikai kérdésekben is, ahogy Oké, és akkor nézzük a konkrét aktuál politikai kérdéseket, hisz ha pestiesen azt is mondhatom, hogy nyakig a pálcba vagyunk, akkor biztos egyet fog érteni velem. A Covid után fölvettünk az Európai Unió tagállamaival egy kölcsönt. Ebből a kölcsönből egy bani nem érkezett meg hozzánk, vagy egy fillér sem, viszont már követelik a részleteket, a kamatok fizetését, aztán majd lassan magát a kölcsönnek az alapját is. Mi erről a véleménye? Hogy tudunk legközelebb nemet mondani például erre a konkrét esetre? Hát ugye ez egy nagyon szomorú tapasztalatunk. Az egész ügy egészen
elképesztő, tragikus és felháborító is egyben. Ugye arról szólt a dolog, hogy amikor a Covid lecsapott a világra, azért súlyos következményei voltak a gazdasági életben, nem csak az emberek egészségére. Ne kötöd fel azt, mondja meg képviselő úr, hogy egyszerűen ezt a pénzt lenyúlták, és ellopták. És a helyzet az, hogy azt, a helyreállítási alapot. Azt mondta az Európai Unió, hogy a Covid, amely megcibálta nem csak az emberi egészséget, hanem a vállalkozásokat is, hogy úgy segítsünk az európai gazdaságnak, hogy közösen az Európai Unió tagországai együtt, egymásért kezességet vállalva fölveszünk egy nagy halom hitelt, ez az a RRF-nek csúfolt ilyen gazdasági ellenálló képességet növelő alap, ezt hitelként fölvesszük, szétosztjuk az országok között, és majd közösen fizetjük a törlesztő részleteket. Segítsen nekem, úgy látszik nem jók az információim, az én információm szerint ebből a pénzből erre a célra egy bani nem érkezett Magyarországra. Így van, és ebben akartam folytatni, hogy kötelezettséget vállaltunk, tehát egyébként, hogyha valamelyik tagország valamilyen okból az elkövetkezendő 10-15-20 évben mondjuk nem lesz képes fizetni, ne adja Isten, hogy ilyen helyzet előálljon, de előállhat, akkor azért nekünk kell jót állni, és mindezek után ezt a pénzt abszolút politikai nyomásgyakorlás. Tehát azt akarja mondani, hogy jól értem, hogy az adófizetők pénzét nem alaposan megfontolva, ebből hitelt vettünk föl, a hitelt nem utalták ki, azaz nem érkezett meg hozzánk, és a törlesztést meg kell, hogy fizessük. Így. Most jelenleg így áll a helyzet. Annyit tudunk tenni, hogy éppen az országgyűlésben van is egy ilyen tárgyú alaptörvénymódosítás most, amit tárgyaltunk éppen a múlt héten. Ami arról szól, bocsánat, ezen a héten, ami arról szól. Igen, nézzünk, látták ezt, de ez már késő bánat. Volt egy tapasztalásunk, a sajnos egy nagyon szomorú tapasztalat volt, hogy a politikai alapon visszatartanak nekünk egy ilyen hitelt, amikor egyébként már 3 éve túl vagyunk, vagy 2 éve legalább túl vagyunk a Covid-on. Ez a forrás elvileg azt a célt kellett volna, hogy szolgálja, hogy a Covid után meg tudjon indulni az európai gazdaság, és ezt a pénzt meg még mindig nem kapjuk. Jó, meg. Jó, menjünk tovább. Bocsánat, csak még annyi, hogy éppen ebből kifolyólag úgy döntöttünk, ebben az alaptörvénymódosítás erről szól, hogy az országgyűlés jóváhagyás nélkül innentől kezdve ilyen hitelfelvételt nem lehet fölvenni. Oké, menjünk tovább. Nagy örömmel tapsikolva ünnepelt az ország, csatlakoztunk a NATO-hoz. Ez úgy kellett nekünk, mint egy falat kenyér. Igen ám, de a NATO napjainkban az én információm szerint idegen hadseregeket kiképez, azaz a szomszédunkban az oroszok által, akkor is, ha valakinek tetszik vagy nem tetszik, elindítottak egy inváziót, egy terrortámadást, egy háborút. A mi pénzünkön, az általunk, a mi pénzünkből vett fegyverekkel, hisz azt a kölcsönt, amit helyreállítási alapra vettek föl, azt többek között fegyvervásárlásra költötték el. Tehát magyarul szinte itt kopognak az ajtón, hogy adjunk még pénzt, illetve nem tudni, hogy mit hoz a holnap. Hát ugye a helyzet még talán annál is súlyosabb, amit ön mond, mert van a NATO-nak egy konkrét javaslata, ami tegnap vált megismerhetővé. És ebben a javaslatban benne van, ez egy NATO javaslat, NATO által, NATO vezetőség által megfogalmazott javaslat, van az van, hogy a NATO az elkövetkezendő 5 évre vonatkozóan dobjon össze 100 milliárd dollárt Ukrajna megsegítésére. Na most ez több szempontból is veszélyes és rossz hír számunkra. Egyrészt a NATO az mindig egy védelmi szövetség volt. Nem foglalkozott. Azért léptünk be? Azért léptünk be, hogy önmagunkat meg tudjuk védeni, és ez egy biztonságot jelentsen számunkra. De a NATO soha nem avatkozik be
más országok, nem NATO tagországok konfliktusaiba. Egyébként ez ön a egy NATO... nagyon tanult ember, tehát a magyar nyelvtan szabályaival is tisztában volt. Nem avatkozott, ez múlt idő, mert jelen pillanatban, akkor, amikor idegen katonákat kioktat, amikor fegyverhasználatra, amikor koordinálja a békére szánt pénzből a fegyvervásárlást, azt szerintem részvétel. Így van, sajnos ebben igaza van. Ezért mondom, hogy, hogy itt a NATO tulajdonképpen megszűnt védelmi szövetség lenni, ami egyébként az eredeti funkciója volt. Ugye ez a javaslat, ez azt is jelenti, hogy a NATO itt egy elhúzódó katonai konfliktusra számít, hiszen ugye de öt ez, évről beszél. De ez de nem Fekete Afrikában történik, hanem a közel-keleten. És mi nem szeretnénk öt évig még nem szeretnénk háborút. Jó, akkor lépjünk tovább egy harmadik pontra. A közel-kelet. Az Amerikai Egyesült Államok mind a két félt fegyverekkel látja el. Az, hogy az oroszoknak hogy vagy, hogy nem, ezt majd a biztonsági szolgálatok nyomozzák ki. Na de könyörgöm. Arról volt szó, hogy mi vagyunk Európa egyetlen békepárti tagállama. Mi vagyunk az egyetlen állam, aki meg vagyunk győződve arról, hogy a zsidó államnak joga és kötelessége megvédeni magát. Akkor miért akadályozza az Európai Unió, hogy megvédjék magukat? Miért akar az Európai Unió ellentétben nem Ukrajnával és Oroszországgal azonnal tűzszünetet, hanem Izraellel, amikor 207. napja még 133 izraeli ketrecekben, alagutakban sínylődik. Nem is akarom részletezni, hogy milyen körülmények. Szerintem amit ön leírt, az teljesen világosan mutatja egyébként, hogy miért kell változás hát az Európai Unióban. Mi történik ebbe a szervezetbe, aminek mi szerves tagjai vagyunk, hisz a csatlakozási szerződésekben egy betű nincs erről. Ezért mondjuk azt, hogy Brüsszelben változás kell. Ez egy olyan kettős mérce, ami egyébként, amihez persze olyan magyar ember már hozzászokott, mert még 2010 óta folyamatosan tapasztaljuk de a kettős mércét. Homokba dugjuk a fejünket, és tudomásul vesszük, nem. Hogy mi balekok vagyunk. Hát, lehetne ez a megoldás is, de mi nem ezt javasoljuk, hanem azt javasoljuk, hogy az Európai Unió működését változtassuk meg, és kezdjük azzal, hogy elzavarjuk az alkalmatlan vezetőket. Akik egyébként ezeket a döntéseket hozzák, amivel nem a békéhez kerülünk közelebb, nem az európai gazdaság megerősítéséhez kerülünk közelebb, hanem az Európai Unió sokkal mélyebb válságához járulnak hozzá ezek a döntések, és az európai embereknek most viszont, hála Istennek, van egy lehetőség június 9-én, hogy ezeket az teljesen alkalmatlan brüsszeli vezetőket, ezeket elzavarják. Mert minden... Ön ebbe hisz? Hát abszolút hiszek, hát különben nem hát önökön részt a kampányban. Kívül a kampány, ha bár ezt az önök kampánya is még kicsit Csipke Rózsika államát alussza, még mintha nem ébredt volna föl, de nem hallom, hogy a többi magyar Európába készülő pártaktivisták, akik majd 5000 euróért fognak ott szolgálni, hogy milyen hatalmakat fognak szolgálni. Mert ha ez tovább folytatódik, akkor az nekünk bankrot, és az nekünk nem jó. Mondom, irodalmen gyengén, hogy nem egyetértek. Ha nagyon határozottan fogalmazunk, azt is lehetne mondani, hogy tulajdonképpen átvertek bennünket, mert mi nem egy ilyen Európai Unióhoz csatlakoztunk. Mi egy olyan Európai Unióhoz csatlakoztunk 20 évvel ezelőtt, amely biztonságot és jólétet biztosított a polgárai számára. Az Európai Unió meg most odáig jutott, ezek az alkalmatlan vezetők, hogy Európa elvesztette a 60 évig magáinak tudott biztonságot, az európai biztonság romokban, és egyébként az európai jólét meg leépülőben van. És ez azért van, mert hibát hibára halmoznak, rossz döntéseket hoznak, a saját szabályaikat, amit az Európai Unió alapszerződésének nevezünk, ezt folyamatosan áthágják a politikai okokból, és most itt ebben a háborús konfliktusban, ami a szomszédunkban zajlik, ott pedig egyébként a háború pártján állnak, ahelyett, hogy az Európai Unió végre azon dolgozna, hogy a szomszédunkban ez a háború véget érjen. Ehelyett ők fegyvereket akarnak számítani. De könyörgöm, ami történik az Amerikai Egyesült Államokban, az, ami történt a 30-as évek Németországában. Azt mondtuk, hogy nem soha többé. Pár nap múlva emlékezzünk az áldozatokra, közöttük több millió magyar áldozatra.
hol élünk? Így van, sajnos. Emlékezzünk, szép beszédeket tartunk. Nem lehet elmenni együttesen Brüsszelbe és azt mondani, hogy ebből elég volt, de mi pontosan ezt tervezzük. Mi pontosan ezt tervezzük, ezért mondjuk azt, hogy Brüsszelben változás kell. Az, ami most Brüsszelben zajlik, az Európa tönkretételéhez fog vezetni, és nem Európa megerősítéséhez, ezért kell változás. Azzal kell kezdeni mindenkinek, hogy június 9-én menjen el, és hogyha változást akar Brüsszelben, ha békét akar a szomszédunkban, akkor a Fidesz-KDNP-t támogatja. Gyönyörű beszédeket tudunk mondani, de nem lesz az unokáinknak miből visszafizetni ezt a ezért kell változás. Tartozást. Ezért kell változás. És mi tartozunk az unokáinknak, ígértünk nekik egy szebb életet. Így van. Meg így a gyerekeinknek így van. Is. Egyetértek. Csak a szebb élet az mondjuk a biztonsággal kezdődik. Hogy ne keveredjünk bele egy olyan háborúba, ami nem a mi háborunk. Nekünk béke kell, ebből a háborúban, ami a szomszédunkban zajlik, meg nem akarunk belekeveredni, még akkor sem, hogyha például az egyik legnagyobb Európai Uniós állam elnöke, a francia elnök, éppen a tegnapi nagy interjújában is kitart azon álláspontja mellett, hogy szerint európai katonákat kéne ukrán területre küldeni. Ez elfogadhatatlan. Van egy kormányunk, van egy miniszterelnökünk, aki nem fél nemet mondani. Ez nem, hogy zsarolunk valakit a vétónkkal, ez egyenesen már felháborító. Egyetértek. Tehát béke kell, és nem háború. Békésebb színekkel engedje meg, hogy hosszú pihenést, hétvégét kívánok, és újult erővel mi nem veszíthetünk. Egyszer az életbe úgy tűnt, hogy Magyarország megtanult jó helyen állni egy háborúba. Nem beleavatkozni, nem részt venni. A 20. században sajnos ez nem sikerült. Most ne roncsuk el. Köszönöm, hogy rendelkezésünkre. Elnézést, hogy kicsit letámadtam, de ez így nem jó. Az az indulat, ami önben van, az nagyon sok magyar emberben benne van teljesen jogosan, hogyha körülnézünk a világban. Na, ezért mondjuk, hogy változás kell, mert tényleg az ember indulat. Megnézzük, hogy Nógrádi Péter doktor, a Mazsihisz alelnöke, egy ügyvéd, mit tud tenni nekünk a békéért. Tartsanak velünk. Köszönöm, hogy